Sárgák lettek a levelek, fújtak, fújtak őszi szelek. Fújtak, fújtak őszi szelek, lehullottak a levelek. A katolikus Karitász minden évben kiemelt figyelmet szentel az iskola kezdésre, különösen azokra a családokra, akik számára komoly anyagi megterhelést jelent gyermekeik alapfelszerelésének beszerzése. Szeptember hónapban a segélyszervezet az 1356-os adományvonalra érkező hívásokat az iskolás gyermekek támogatására fordította. Az idei évben az adományok jóvoltából a Karitász több mint 15 millió forinttal segíti az iskolásokat, országszerte összesen 3000 diák részesül támogatásban, amelyet utalvány formájában kapnak meg a családok. Székesfehérváron a hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott gyermekek kapták az iskola támogatási Erzsébet utalványt, az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Nagyon nehéz körülmények között élnek a családok. Az ünnepség keretében átadott támogatást Partyik Mihályné igazgatónő köszönte meg az Egyházmegyei Karitásznak és Pányi Antal püspöknek, a katolikus Karitász püspökelnökének, aki fontosnak tartotta, hogy személyesen is találkozhasson a gyermekekkel és szüleikkel. Nagyon örülök annak, hogy a Karitásznak van lehetősége és módja arra, hogy azokon segítsen, akik rászorulnak erre is. Hadd köszönjem meg azoknak az adományát, akik ezt lehetővé tették, akik akár az adományvonalat hívták, és ezen keresztül támogatták a Karitásznak ezt a munkáját is, vagy bármi más módon voltak a segítségünkre. A Karitász próbál az egész országban, minden egyházmegyén keresztül segítséget nyújtani a rászorulóknak, így jött a mi egyházmegyénkben is, Székesfehérváron. Nem tudunk mindenhova eljutni, mert annyi erünk nincsen, anyagilag azt most nem bírjuk, de próbáltuk megkeresni a legrászorultabb családokat, azokat a családokat, akiknek a legnagyobb segítséget jelenthet egy-egy ilyen Erzsébet utalványnak az átnyújtása. Az Egyházmegyei Karitász és az iskola már hosszú évek óta tart kapcsolatot, a gyermekek érdekében már több segélyezési akcióban működtek együtt. Az intézményünkben tanulásban akadályozott és autista tanulók tanulnak, és az a családnak bizony plusz terhet jelent a speciális igényeknek a kielégítése, vagy pusztán csak a bejárás is, akinek ez a kijelölt intézménye. Általában kevés a bevétel, illetve kevés jövedelemből élnek, nehéz anyagi körülmények között, minden családban van munkanélküli családtag, vagy fiatal felnőtt, vagy pedig szülő. A Karitász egyházmegyei központjai iskolatáskákat, tornacipőket, tanszereket egyaránt adományoznak a rászorulóknak. A mi egyházmegyénk is 1 millió forint értékben kapott ilyen Erzsébet utalványt, és hát nagyon nagy az egyházmegye, 105 csoportunk van, ezeknek mindegyikében nem is jutott el nyilvánvaló, de megpróbáltuk megkeresni azokat a családokat, akiknél leginkább ez segítséget jelent. Sok település kapott, és a többek között itt Fehérváron az Arany János iskola, mint kiemelten olyan iskola, amelyiknél nagy szükség van a segítségre. Hát, meg annyi megmondja, igaz? Igen. És te hány ezeket jársz?